Sokszor elfelejtjük azt, hogy az étkezésünknek is van köze az éghajlatváltozáshoz. Inkább csak a nulla hulladék mozgalmak vagy a szelektív hulladékgyűjtés jutnak ilyenkor az eszünkbe, de az étkezési szokásaink, vásárlói döntéseink is komoly hatással vannak a klímaváltozásra. Nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent a felelős étkezés, főleg manapság, amikor minden nap új híreket és új trendeket hallunk, amik az étkezésre vonatkoznak. Van, amelyik az egészséges étkezésről szól, van, amelyik arról, hogy mit tegyünk azért, hogy megmentsük például a bolygót. A Felelős Gasztrofős Alapítvány 4 elvet szokott vallani és szokott elmondani azoknak, akiket érdekel a fenntartható étkezés. Az első az, hogy próbáljunk meg minél több helyi és szezonális alapanyagot fogyasztani, próbáljunk meg minél kevesebb húst és tejterméket fogyasztani, kerüljük a pálmaolajat és kerüljük az élelmiszerpazarlást. Tudjuk, hogy a magyar ember hagyományaiban benne van a húsfogyasztás. És mi azt szoktuk mondani, hogy indulj el valahonnan. Ha te azt be tudod mondjuk iktatni az étrendedbe, hogy egy napot kihagysz, és tartasz egy húsmentes hétfőt, már azzal is nagyon sokat teszel, hiszen ugye a húsipar az egyik legkörnyezetszennyezőbb ipar, főleg a nagyipari állattartás, ahol rengeteg üvegházhatású gáz keletkezik, óriási a területigénye, emellett óriási a vízigénye, az energiaigénye. Sokan vagyunk, és nagyon sokat fogyasztunk, hogyha már nem vásárolnánk annyit, az is egy megoldás lenne erre az ellentmondásos kérdésre. Ugye a nagyipari állattartás, növénytermesztés úgymond a fenntartható vagy a hatékonyabb olyan szempontból, hogy sokkal több embert el tud látni. Azonban annyira környezetszennyező, hogy igazából egy idő után, hogyha ezt így folytatjuk, nem is lesz kinek élelmiszert termelni. És hogyha egy kicsit visszavennénk a fogyasztásunkból, csak azt vásárolnánk meg, amire szükségünk van, azzal is nagyon sokat tennénk, és azért nagyon sok olyan tanulmány is van, ami azt mutatja, hogy növénytársításokkal, különböző ökológiai termesztéssel is ki tudnánk elégíteni a nem sokára 9 milliárd ember igényeit. Az éghajlatváltozás negatív hatásai egyre nagyobb kihívást jelentenek a mezőgazdaságnak, de mielőtt azt gondolnánk, hogy minden el van veszve és mi nem tehetünk semmit, álljunk meg egy pillanatra, mert ez korán sem igaz. Lehet, hogy látszólag semmi közünk a mezőgazdasághoz, de mindannyiunk fogyaszt napi szinten élelmiszert. Tehát pénzünkkel minden nap egy adott mezőgazdasági modellt támogatunk, legyen az nagyüzemi vagy kistermelői, import vagy lokális, bio vagy konvencionális. Egy nagyüzemi termesztés az általában monokultúrában történik, ez annyit jelent, hogy paradicsomot termesztenek, meg paprikát, és gyakorlatilag ennyi, de valahol csak káposztát termelnek, valahol csak krumplit csinálnak, erre vannak több hektárnyi területek bevetve, erre vannak kidolgozott gépek szedik föl az árut. Gyakorlatilag emberi kéz már nem nagyon érezek ez az árukhoz, mert ugye ha emberi kéz érne hozzá, akkor nem lehetne 200 forintért adni a krumplit, mert ugye most a legmegfizethetetlenebb dolog gyakorlatilag az emberi munkaerő. Itt, amit mondjuk egy kisüzemi, vagy egy biológiai, vagy egy ökológiai gazdaság csinál, ott azért emberek dolgoznak a mai napig, emberek fogják meg, átnézik, átvizsgálják, és úgy teszik utána más emberek asztalára. Ízben, hát szerintem összehasonlítatlan, mi azért kapcsolatban állunk a vevőinkkel, és amikor jön egy olyan visszajelzés, hogy vettünk répát a zöldségesnél, de közel se volt olyan finom, mint a tiétek, vagy hát ettünk paradicsomot, meg próbálunk paradicsomot venni, de igen, nem ugyanaz, mint hogyha tőletek vettük. Meg hogy mikor jön vissza a 80 éves néni, hogy olyan a répánk, mint a nagymamájáé, vagy olyan a paradicsomunk, mint a nagymamájáé, akkor ugye egy kicsit az emberben nyilván a saját önbizalma is egy kicsit megnő, meg hát akkor látjuk azt, hogy igen, ezzel megéri foglalkozni. Ha kapcsolat van a termelő és a fogyasztó között, akkor tud információ is oda-vissza áramolni. A vásárlók elmondhatják, hogy mire van szükségük, elmondhatják, hogy ők szeretnének egészséges élelmiszereket fogyasztani,
A termelő azt mondja, hogy jó, én elő tudom állítani, meg tudom tanulni ezeket a módszereket, a vásárló azt mondja, hogy én meg megfizetem. Tehát, hogy valójában a helyi kapcsolatban létre tud jönni az a fajta alternatív gazdálkodási rendszer is, ami esetleg a talajt regenerálni tudja, egészséges élelmiszert tud előállítani, az a pénz, amit élelmiszerre küldünk helyben, a helyi gazdaságban tud maradni, a fiatalok akkor azt mondják, hogy megéri választani ezt a pályát, megéri elkezdeni foglalkozni ennek a rendszernek a megtanulásával. A most gazdálkodók nem hagynak fel ezzel a tevékenységükkel, a tudásukat át tudják adni a következő generációnak. Tehát amikor helyben kezdünk el dolgozni, akkor nem csak arról van szó, hogy egy divatra felülünk, hanem arról is van szó, hogy a saját kezünkben, a saját hatáskörünkben vonunk dolgokat, aminek számtalan gazdasági, szociális, környezeti pozitív hatása lehet. Manapság nagyon elmentünk a fele, hogy van több nagyüzem, akik megtermelik az embereknek gyakorlatilag a zöldséget, azoknak egyed íze van. Nem igazából az ízre mennek, hanem a kinézetre mennek. Arra mennek, hogy minél nagyobb legyen a növény, minél szebb legyen a növény, és nem feltétlenül arra mennek, hogy az íze jó legyen, az íze finom legyen. Nálunk nem minden szép, nálunk nem minden néz ki jól. Sajnos ez vele jár, de én úgy veszem észre, hogy a vevőink nagy része ezt teljes mértékben elfogadja, és abszolút partnerként tud velünk működni. Szóval én a vevőim nélkül nem tartanék sehol. Hogyha a vevőim vásárolnak tőlem, akkor tudok én tovább haladni a gazdaságba, akkor tudjuk fenntartani a gazdaságunkat, és úgy veszük észre, hogy ez ebből partnerek, ők ezt megértik, és elfogadják. Mikor nincs, mikor elfogy valami, akkor látom, hogy teljesen el vannak keseredve, és hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen nevelő szándékú is vagyok, mert onnantól nem vesznek máshonnan. Szóval onnantól nem veszi meg a nagy üzemét. Inkább keresi azt, hogy hol van az a termelő, mert neki hiányzik az az íz. Mikor egy ember megkóstol egy húslevest egy sárgarépából, meg egy fehérrépából, amit egy ökológiai gazdaságban nevelnek, és mindent megkapott, amire szüksége van, teljesen más íze van egy olyan levesnek, vagy teljesen más íze van egy olyan levesnek, amit egy nagy gazdaságba hozott. Ökológiainak nevezzük azokat az élelmiszereket, amelyek ellenőrzött biogazdálkodásból, ökogazdálkodásból származnak. Ez ugyanazt jelenti az öko meg a bio. Ugye ez az egyetlen olyan fenntartható művelési mód, amely jogszabályban is rögzített, tehát hogy megvan a szigorú szabályrendszere, feltételrendszere, hogy mikor nevezhetjük így. Nagyjából összefoglalva ez azt jelenti, hogy a gazdálkodó vetésforgót alkalmaz, nem használ szintetikus műtrágyákat és növényvédőszereket, helyette olyan változatos struktúrában termel és biológiai növényvédelmet, agrotechnikai növényvédelmet használ, amely természetes módon védi meg a kártevőktől, kórokozóktól a növényeket. Mi ezt nem terveztük az elején, hogy a kárpáti borzeres szarvasmarha fajtát, mint ugye a harmadik őshonos szarvasmarha fajtánkat megmentjük. Kiderült, hogy ahhoz, hogy egyáltalán anyatehén támogatást kapjunk, ahhoz először meg kell menteni ezt a fajtát, újra el kell ismertetni, újra kell tenyésztő szervezetének lenni. Ezért ugye 10 évvel ezelőtt indítottunk a Debreceni Egyetemmel egy kutatási programot. Ugye ennek volt az az eredménye, hogy nagyon-nagyon sokat költöttünk arra, hogy na és akkor milyen teje van ennek, milyen húsa van ennek. Tehát, hogy itt nem csak az volt, hogy jaj, és ez finomabb. Ugye bevizsgáltattuk a tejnek a beltartalmi értékét az összes paramétere mentén, a húsát, sőt olyan vizsgálatok is végeztek, hogy egy ilyen vaktesztek, ugye ezt vaktesztnek szokták nevezni, amikor emberek összehasonlítják mondjuk a húsnak az ízét, és akkor Magyarországon viszonylag elterjedt fajtákhoz képest, szarvasmarha fajtákhoz képest néztük, hogy és a kárpáti borzeres húsa az milyen, hogy ítélik meg az emberek ízre, puhaságra. És az a helyzet, hogy az egyértelműen kiderült, hogy ennek a fajtának, tehát a kárpáti borzeres fajtának a tej beltartalmi értéke az egy döbbenetesen jó. Ahhoz képest, amit mondjuk ma ugye Holstein Fries tehenek szolgáltatják nagyobb részt a tejet, tehát ha most lemegyünk ide a boltba, és megveszünk tejet, az jó eséllyel ilyen 95%-ban szinte biztos, hogy egy Holstein Fries tej lesz. És akkor, hogyha ehhez képest hasonlítjuk, akkor egy sokkal magasabb zsírtartalmi fehérje összetétele is egy egészségesebb
Tehát, hogy teljesen konkrétan leírták azt, hogy ez egy olyan tej, ami jobb. Egyre több ember küszködik a táplálkozásból következő egészségügyi problémákból. Tehát egyre inkább felértékelődik az a táplálék, ami egészségesebb, ami nem tartalmaz olyan anyagokat, ami nem kell benne lenni, viszont a tápértéke az jó. Előfordul, hogy a biotermékeket az a kritika éri, hogy ugye túl drágák, kevéssé elérhetők. Ez részben helyt kell adjak neki, hogy tényleg így van. Ez két dologból adódik. Az egyik dolog az, hogy még viszonylag kevesen foglalkoznak ökotermeléssel, főleg a hazai közvetlen fogyasztók részére, tehát zöldség-gyümölcs termeléssel. Amint a termelők száma nő, úgy a verseny is nagyobb, és az árak is csökkennek, illetve hát a technológia is fejlődik, és a kicsi gazdaságokból talán átmegyünk egy nagyobb léptékű termelésbe, ahol már a technológia is előre haladottabb. A másik viszont az, hogy nem termelünk magunknak. Tehát aki mondjuk egy kis veteményest csinál otthon, vagy akár a balkonon elkezd gazdálkodni, akkor már is bioterméket költséghatékonyan magának tudna előállítani. Ha én intenzívben nyomom a tehenet, és arra megyek rá, hogy minél nagyobb tejhozamot hozzak ki, akkor igaz, hogy egy sokkal gyengébb tejet állítok elő, de nagyobb mennyiségben, ezért jóval olcsóbban tudom adni, mint mondjuk egy extenzívebb tartásban tartott. Ez azt jelenti, hogy ezek a termékek nem tudnak ugyanabban az árban piacra kerülni, mint mondjuk amit a boltokban látunk, akár a marhahúsra, akár a kolbászra, akár a tejre, a sajtra vonatkozóan. Ezért valójában a vásárlók oldaláról az lenne a jó, hogy ez egy kicsit elkezdjük átértékelni. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy tej és tej között is van, vagy kolbász és kolbász között is van különbség, és igaz, hogy ennek más az ára, lehet, hogy akár a duplája, vagy a háromszorosa, de hogy ez tápértékben, az egészség szempontjából megéri az árát. Hogy az, hogy milyen lesz a jövő, az kétféle gondolkodás van, hogy vagy várunk egy jó fordulatra, vagy szomorkodunk azon a jövőképen, ami látszik, ez egy passzív magatartás. Vagy azt mondjuk, hogy megfordítjuk a dolgot, a kezünkbe vesszük, és elkezdjük megszervezni azt a jövőt, ami szerintünk jó lehet. És azt gondolom, hogy ez az igazi eredménye, vagy jelentősége a helyi gazdaságnak, meg ezzel való foglalkozásnak.